Úgy látom, hogy sikerült összeöltöznem azzal a kockás párnával ott, hát ez most ilyen kis matchy-matchy style lesz. Sziasztok! Bár a videó címében a vlog szó szerepel, de igazából ez most nem egy ilyen hagyományos vlog lesz, amikor megyek ide-oda, meg követhetitek, hogy éppen mikor mit csinálok, hanem egy ilyen lazább hangvételű beszélgetős videó lesz, és ezért adtam neki a vlog címet. És hát ahogyan a címben is láthatjátok, igen, ismét babát várok, akik követnek Instagramon, Facebookon, illetve a blogon, azok már néhány héttel ezelőtt értesülhettek erről. És mivel elég sok kérdést kaptam ehhez kapcsolódóan, így arra gondoltam, hogy csinálok egy videót, ahol egy kicsit mesélek nektek erről a mostani várandóságomról, mert hogy ugyebár a második babánkat várjuk. Van már egy kislányunk, Lili, aki lassan 2 éves lesz, úgyhogy neki lesz egy testvérkéje. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan is zajlik ez a mostani várandóságom, meg mindenféle izgi részletekre, akkor tartsatok velem! Összeírtam, hogy mik azok a dolgok, amiket a leggyakrabban kérdeznek tőlem, úgyhogy kicsit puskázni fogok majd a telefonomról, hogy semmi ne maradjon ki. Szóval ugye a második babánkat várjuk, és most vagyok 18 hetes terhes, pontosabban mire ez a videó felkerül, addigra a 19. hetet fogom kezdeni, tehát nagyjából a felénél járok. Ez a baba természetes úton fogant meg, ugye Lili lombik baba volt, de most abban a csodálatos dologban lehetett részünk, hogy természetesen fogant meg a mostani kisbabánk. A videó alá belinkelem a blogbejegyzést, amiben írtam erről. Az, hogy mi lesz a neme, azt még nem tudjuk, tehát hogy kisfiú vagy kislány, azt még sajnos nem tudjuk, de azt hiszem jövő héten megyek ultrahangra ismét, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy akkor már látni fogják, hogy kisfiú vagy kislány. Mindig kérdezik, hogy mit szeretnék jobban, de tényleg teljesen mindegy, amikor Lilit vártuk, akkor ugye az sem volt biztos, hogy lehet még egy babán, tehát én akkor egy picit jobban szurkoltam annak, hogy kislányunk legyen, mert én mindig is szerettem volna, hogy legyen egy kislányom. Ez a vágyam már teljesült, és mivel most ugye jön a második baba, így tényleg úgy vagyok vele, hogy teljesen mindegy, meg igazából a férjemnek is, hogy kisfiú lesz vagy kislány, mindkettőnek egyformán fogunk örülni, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. A nevekkel nagyon-nagyon bajban vagyunk, főleg a fiú nevekkel, ott gyakorlatilag egy olyan sincs, amire mindketten azt mondjuk, hogy tök jó. Lánynevek azért vannak, de korán sem annyira egyértelmű a helyzet, mint annó Lilinél, mert amikor megtudtuk, hogy kislány lesz, akkor azonnal tudtuk, hogy Lili lesz a neve, sőt igazából már sokkal régebb óta tudtuk, hogy ha egyszer lesz egy kislányunk, akkor Lili lesz a neve. Most azért vannak lánynevek, amik közül így tudunk válogatni, amik tetszenek, de a fiú nevekkel nagyon-nagyon bajban vagyunk, úgyhogy hát a kisfiú lesz, akkor össze kell szedni magunkat, hogy találjunk egy olyan nevet, ami minden szempontból megfelel nekünk. Egyébként én valahogy húzok a rövidebb nevek felé, tehát ha kisfiú, ha kislány, én szeretnék egy rövid keresztnevet neki, mint ahogy ugye Lilinek is rövid a keresztneve, nem tudom miért, ez valahogy nekem így tetszik. Aztán, amit még nagyon sokan kérdeznek, hogy miben más ez a terhesség, mint annó Lilivel, hát elég sok mindenben. Például az egyik az, hogy sokkal kevésbé kímélem magam, sokkal kevesebbet pihenek, mint annó Lilivel. Ugye akkor azért is vigyáztam annyira, mert hogy ez egy lombik terhesség volt, és nagyon-nagyon féltem, hogy nehogy valami baj legyen, hiszen azért ugye nagy nehézségek árán jött össze akkor a baba. És akkor tényleg nagyon sokat pihentem, nagyon odafigyeltem magamra, hogy nehogy megerőltessem magam, de így, hogy ugye az embernek van már egy gyereke, a pihenést az gyakorlatilag el lehet felejteni, tehát ugye rohangálni kell, utána mászkálni, utána mindig foglalkozni vele, szóval sokkal kevésbé kímélem magam és pihenek annyit, mint annó, amikor Lilivel voltam várandós. Persze azért próbálok odafigyelni, hogy ne erőltessem meg magam, mert ne terheljem túl magam. A másik dolog, amiben nagyon más ez a terhesség, mint az előző, az az, hogy az elején egy csomószor eszembe se jutott, hogy babát várok, mert ugye állandóan Lilivel foglalkoztam, csomó dolgom volt, blogoltam, videóztam, tehát hogy gyakorlatilag minden mással foglalkoztam, csak aztán nem, hogy babát várok. Tényleg annyira lefoglaltak a mindennapi dolgok, hogy sokszor eszembe sem jutott, hogy egyébként terhes vagyok.
És csak este, amikor lefeküdtem és kicsit megnyugodtam, akkor így, ja, egyébként kicsit simogassam már a hasam, meg valami, mert hogy babát várok, és gyakorlatilag elfeledkeztem róla, de hát szerintem ez tök normális, amikor az embernek van már egy másik gyereke, meg ezer millió dolga. Aztán igen, a rosszul létek. Lilivel annó egyetlen egyszer sem voltam rosszul, se hány inger nem volt, se hányás, semmi. Hát ez most teljesen máshogy volt, mert hogy emlékszem, hogy amikor megcsináltam a pozitív terhességi tesztet, akkor rá két nappal reggel beköszöntött hozzám a róka, és akkor már tényleg biztosan tudtam, hogy baba van a dologban. De csak egyetlen egyszer hánytam, viszont émelygés meg hányinger az volt többször is az első 12 hétben. Nem volt ilyen nagyon-nagyon vészes, hogy ne tudtam volna semmit csinálni, de kellemetlen volt, szóval nem volt jó tényleg. És egyébként, amikor mondom bárkinek is, hogy hát most volt émelygés, meg ilyenek, akkor mindenki egyből rávág, hogy akkor biztos kisfiad lesz, ami egyébként szerintem tök hülyeség, mert nem a rosszul létektől függ, hogy valakinek kisfia lesz, vagy kislánya. Van olyan ismerősöm, akinek két kislánya van, az első terhességénél egy darab rosszul lét sem volt neki, a másodiknál az első 3 hónapot végighányta, és mégis mindkettő kislány. Szóval én nem látok és keresek ebben bármiféle összefüggést. Ami egy picit nehezen viselek ennél a várandóságnál, az, hogy állandóan orvoshoz járok, de hogy tényleg gyakorlatilag két hetente, sőt volt olyan időszak, amikor egymás utáni héten mentem orvoshoz, ugyanis a nőgyógyászomhoz, akinél ugye szülni fogok, hozzá havonta járok. Aztán járnom kell az endokrinológushoz is havonta, mert hogy még nagyjából így évelején kiderült, hogy pajzsmirigy alulműködésem, illetve inzulin rezisztenciám van, és ezekre ugye nagyon oda kell figyelni, főleg ugye a pajzsmirigyre a várandóság alatt is, ezért ugye havonta a kontrollra kell járnom. A kettő között meg vérvételre megyek, vagy védőnőhöz, vagy éppen a házi orvoshoz beutalóért, szóval tényleg gyakorlatilag hetente, két hetente orvoshoz járok, ami egy kicsit frusztráló, főleg úgy, hogy ugye napközben tudok menni orvoshoz értelemszerűen, és hát ugye itt van Lili, tehát ezért azt meg kell oldanom, hogy mellette el tudjak menni, de hát nyilván ez fontos, meg nem poénból járok orvoshoz, tényleg odafigyelnek rám, és ennek nagyon örülök, csak hát ez egy kicsit frusztráló. Nagyon sokan kérdezik azt is, hogy Lili bölcs is lesz-e, vagy hogy így hogy lesz ez az egész dolog a két gyerkőccel. Nem lesz Lili bölcs is, egyébként nem is nagyon tudnám bölcsödébe adni, mert hogy a legtöbb bölcsödében, hogyha megtudják, hogy ugye terhes vagyok és jönni fog a második baba, akkor nem is veszik föl, mert hogy ugye elsőbséget élveznek azok értelemszerűen és teljesen jogosan, akik ugye munkába mennek és amiatt szeretnék vagy kell bölcsödébe adni a gyermeküket. Úgyhogy Lili itthon lesz velem, vagyis így hát két gyerkőcöt kell majd egyszerre menedzselnem. Amitől megmondom őszintén, hogy egy kicsit tartok, sőt, inkább nagyon tartok, mert hogy azért Lili elég sok figyelmet igényel, és rengeteg energiát elvesz úgymond tőlem, tényleg nagyon sokat kell foglalkozni vele, mesélni neki, játszani vele, meg minden. És hát azért, hogyha ugye ebbe belecsöppen egy pici baba, aki szinte non-stop figyelmet igényel, azért azt úgy eléggé nehéz összehozni. Az első hónapok, amíg itt tényleg összekovácsolódunk, meg kialakul egy olyan rutin, amit tartani tudunk, szóval hogy ez kemény lesz. Erre fel is vagyok készülve, mármint nem vagyok. Nyilván erre nem lehet előre felkészülni, de azért így próbálok lélekben. Hát izgalmas lesz az biztos az első néhány hónap, de nagyon remélem, hogy azért össze fogunk csiszolódni egy idő után, és menni fog a dolog. Nagyon sokan kérdezik azt is, hogy Lilinek beszélünk-e már a babáról. Én mindenképpen ki akartam azért várni a 12 hetet, de ahogy az letelt után azért így elkezdtük neki mondogatni, hogy baba van a pocakomban, és hogy testvére lesz, úgyhogy most már simogatja a hasamat, szokott puszit is adni neki, meg mondja, hogy tesó, várunk rá, úgyhogy tényleg így nagyon cuki. Nyilván ő ebből még nem sok mindent fog fel, és nem is akarom ezt így túl erőltetni neki, de mindenképpen szeretném, amennyire lehet egy ennyi idős gyereket felkészíteni arra, hogy testvére fog érkezni, úgyhogy beszélgetünk róla, mondtam neki azt is, hogy ő is itt volt a pocakomban, őt is nagyon vártuk. Sokan tanácsolták azt, hogy amikor majd ugye megszületik a testvére, és hazahozzuk őt a kórházból, akkor hozom valamilyen ajándékot Lilinek, és akkor így remélhetőleg ez is kicsit segít, hogy Lili elfogadja majd ezt az új helyzetet. Hát szerintem nem lesz egyébként egyszerű. Nagyon sokan kérdezik azt is, hogy mi lesz a videózással, illetve a bloggal.
nem szeretnék ígérni semmit ezzel kapcsolatban, az biztos, hogy nem szeretném abba hagyni, de szerintem lesz olyan időszak, amikor lehet, hogy egyáltalán nem lesz se videó, se blog bejegyzés, mert ahogy mondtam, azért két pici gyerekkel nagyon kemény lesz valószínűleg az első néhány hónap, de azért próbálok majd időről időre tartalmakat megosztani, meg esetleg beszámolni arról, hogy éppen hogy vagyunk, hogy alakulnak a dolgok. Szóval nem szeretném befejezni, de lehet, hogy lesz egy kis szünet, amíg nem lesznek új tartalmak a blogon, illetve a YouTube csatornámon, de remélem, hogy azért ez nem lesz egy túl hosszú időszak. Arról, hogy most éppen mekkora a hasam, ha nem felejtem el, akkor be fogok valahova tenni egy képet. Igazából én azt hittem, hogy nagyobb lesz, így a 18-19. Hét környékére, mert mindenki azt mondta, hogy a második babával már sokkal hamarabb látszódik, és gyorsabban nő a has, mint annó ugye az elsőnél. Hát én ezt nem igazán vettem észre, olyannyira, hogy pár nappal ezelőtt vettem csak elő a kismama nadrágjaimat, egészen eddig a sima farmereimet hordtam. Mondjuk itt hozzátartozik az igazsághoz, hogy én normál farmerből mindig kénytelen vagyok olyat venni, aminek a dereka nagy rám, ugyanis viszonylag vastagok a lábaim, illetve főleg a combjaim, és ami arra feljön, az általában a derekamra nagy. Úgyhogy így ezek a normál farmerjeim még viszonylag sokáig jók voltak rám, de azért néhány nappal ezelőtt már éreztem, hogy most már elő kell venni a kényelmesebb kismama farmereket, de szerintem egyáltalán nem nagy még a hasam, sőt, a babával egyébként minden rendben van, a vizsgálatokon eddig mindent rendben találtak. Nálam nem teljesen stimmel minden, tehát vannak bizonyos dolgok, amikre jobban oda kell figyelni, ezt most így nem akarok belemenni, mert nem tudom, hogy mennyire tudnátok, hogy miről beszélek egyáltalán, szóval járnom kell havonta vérvételre, mert nem minden dolog van azért teljesen rendben, illetve diétáznom kell, mert hogy ugye még a terhesség előtt néhány hónappal kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van, és kellett mennem ilyen előzetes cukorterhelésre, és ott éppen, hogy a határon voltak az értékeim, úgyhogy diétáznom kell. Szóval nincs kívánosság, meg nincs ilyen, hogy este 10-kor megkívánok egy pizzát, vagy egy fagyit, vagy egy kakaósigát, vagy bármi. Diétáznom kell, tartanom kell magamat hozzá, hogyha nem szeretnék ebből problémát, se magamnak, se a babának, akkor muszáj vagyok tartani a diétát. Úgyhogy ha valakit érdekel az, hogy kívános vagyok-e, igen, kívános vagyok, de sajnos ezeknek a kívánalmaimnak nem tehetek eleget, mert csak azt tehetem, amit a diétámban szabad, és akkor, amikor lehet azt enni. Most azon gondolkodom, hogy van-e még olyan dolog, amiről nem beszéltem, és fontos lehet. Ja igen, hogy érzem-e már a baba mozgását. Hát az a helyzet, hogy most már így nagyjából egy-két hete szoktam érezni egy-egy finomabb rúgást, meg mozgást, de nekem a mellső falon tapad a mélepény, aminek igazából csak azért van jelentősége, mert így gyakorlatilag azt rúgdossa a baba, és így kevésbé érzem a mozgását. De nyilván, ahogy egyre nagyobb lesz, meg egyre kevesebb helye lesz, jobban fogom majd érezni, csak hát most még így eleinte kevésbé érzem intenzíven a mozgását. Tárásként igazából nem tudok mást mondani, csak azt, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, nagyon várjuk már, hogy megszülessen a második gyermekünk, és nagyon remélem, hogy ezúttal minden rendben lesz, és nem kell majd hasonló dolgokat átélnem, mint annó Lili születése környékén. Ez most már csak azért is lenne problémásabb, mert ugye van már egy gyermekünk, és nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha heteket kórházban kellene töltenem, de nyilván az a legfontosabb, hogy a babával minden rendben legyen, úgyhogy nagyon várjuk már, nagyon-nagyon izgatottak vagyunk mindketten a férjemmel, illetve a család is, természetesen ők is nagyon örültek, amikor megtudták a hírt. És azt tervezem egyébként, hogy időről időre bejelentkezem majd egy-egy ilyen várandós vloggal, amikor elmesélem nektek, hogy éppen hol tartok, mi a helyzet. Ha tetszett ez a videó, akkor kommenteljetek, lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!